Szép jó napot kívánok a Sárvári Televízió kedves nézőinek! Mai péntek esti mozaikunk több rövidebb beszélgetésből áll, a téma pedig a sárvári közszolgáltatások, majd a helyi közszolgáltatók képviselőivel folytatott beszélgetések után pedig Kondor István polgármesterrel is ugyanerről a témáról beszélgetünk, és már is köszöntöm a stúdióban az első vendégünket, Pintér Lászlót, aki a Zöld.Pont Kft. Ügyvezetője, igazgatója. És hát ahogy én a kezemben tartom az önök által kiküldött tájékoztatót, ami a Sárvári Hírlapban is megjelent, bőségesen van változás ebben az évben, próbáljunk végigmenni pontonként, hogy mi az, amiben más lesz a hulladék szállítás szempontjából ez az esztendő. Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves nézőket. Hát igen, hogy az újságban megjelent meg, ahogy említette is, elég sok változás, ami életbe lépett igazából. Ugye január 1-től, ami talán a legfontosabb, hogy az üdítési díjak azok nem változtak. Az a változás, hogy nem változtak. Így van, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy nincs áremelés. Tehát a nézőknek talán ez a legfontosabb hír ebből az egész összefoglalt változásgyűjteményből. Ami talán a legfontosabb, hogy a hulladéktörvény arra ad lehetőséget, hogy idén január 1-től kötelezővé lehet tenni az elkönyvtett hulladékgyűjtést. Ezt igazából szelektív hulladékgyűjtésnek hívjuk a köznyelvben. És ezzel a lehetőséggel a Sárvári önkormányzat is élt. Tehát 2015. január 1-től a lakosság részére az elkülönített hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés kötelezővé vált a városunkban, ami igazából túlságosan nagy újdonságot nem jelent, mert a lehetőség eddig is fennállt a város teljes területén az összes lakó számára. Remélhetőleg itt a személyet az még egy picit még inkább módosulni fog, hogy még jobban átérzik azt a kedves lakók, a kedves sárváriak, hogy miért fontos az, hogy a kommunális hulladékból, a vegyes hulladékból vegyük ki azokat az alkotó elemeket, azokat a hulladékáramokat, amiket lehet még másra is hasznosítani. És remélhetőleg ebben minél többen részt is fognak venni. Tehát ez azt jelenti, hogy amíg tavaly a lehetőség volt meg, addig ettől az évtől ez kötelező. Igazából a lehetőség az tavaly is meg volt, még idén is meg volt, megvan ez a lehetőség tovább biztosított, sőt még is lett egy kicsit bővítve. Annyi változás vagy jogszabály most már lehetőséget arra ad arra, hogy ezt kötelezővé tehesse az önkormányzat, és ezzel élt is a városi önkormányzat. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk családi házaknál van egy hagyományos kuka, meg mellette lehet egy úgymond sárga fedelő, vagy kuka, vagy pedig szelektív gyűjtő zsák. Így van, tehát az úgy működik, hogy a családi házas példákra visszatérve, hogy van egy kommunális kuka, tehát az a vegyes hulladéknak való kuka, és amellett van egy szelektív hulladékgyűjtő erényzet, ez egy 120 literes, általában 120 literes, az újjavok azok már ekkorák, de vannak a régebbiek, amik 80 literesek, egy műanyag hulladékgyűjtő erényzet. Az, hogy most sárga vagy nem sárga, az egy érdekes kérdés. Az fontos, hogy van rajta sárga színű, szelektív hulladékgyűjtős matica. És a maticán fel vannak sorolva azok, hogy milyen hulladéktípusokat szabad beletenni. Tehát fontos, hogy ebben a szelektív kukában lehet gyűjteni papírt, műanyagot, fémet és italos kartondobozt. És a tévhittel ellentét, de bocsánat, tehát egybe lehet ezeket dobni, hiszen úgyis szétválogatják. Így van, tehát ez úgy működik, hogy ezt külön járatta a gyűjtjük, tehát a szelektív hulladékot, utána ezt a Sárvári Huke Kft-hez szállítjuk itt városon belül, tehát itt a szállítási költség az maximálisan optimalizálásra került, továbbra is ezt a lehetőséget ezt kihasználjuk válogatásra, és ott ez kézi válogatásra kerül. És ezért is fontos az, hogy a felsorolt szelektív hulladékok közé üveget ne tegyenek be a kedves lakók. Erre külön lehetőség van, tehát vannak kihelyezve hulladékgyűjtő konténerek a városban, ahol ezt el lehet helyezni, de ami szintén fontos, hogy családi házoknál van a lehetőség, hogy havonta egyszer a üvegcsomagolási hulladékot összegyűjtsék a lakók, és ezt házhoz menő gyűjtőjárattal ezt mi havonta egyszer begyűjtjük. Ehhez zöld színű üvegfeliratú zsákot adunk a lakóknak, és amikor pedig ürités van, vagy hát begyűjtésre kerül a zsák, akkor az új zsákot azt pedig betesszük a postaládába. Változás még az is, ahogy láttam, két változást is láttam, az egyik, hogy megszűnik az úgynevezett hulladékudvar, vagy már meg is szűnt talán. Hát a hulladékgyűjtő udvar az január 1-től megszüntetésre került, ez így van. Remélhetőleg a felsorolt változások, amire még ki is fogok térni, azok nem fogják úgymond hátrányosan érinteni a lakókat. Itt visszatérnek még a szelektív hulladékgyűjtésre, tehát amit ön is említette, vagy kukával rendelkezik a kedves lakó. Jelenleg még vannak rendelkezés, tehát még áll rendelkezésre 120 literes műanyagkukat telepeinkön, tehát el lehet érni, és ingyenes ezt rendelkezésre tudjuk bocsátani. Ha pedig már nem lesz megfelelő mennyiség kuka, akkor pedig szelektív zsákot adunk a lakóknak, és ez ugyanúgy működik, hogy amikor üdítés van, akkor az újat azt a postaládába kell keresni. Tehát a szelektív hulladékgyűjtés ez, ami családi házakon vonatkoztató van két hetente, és ami még egy érdekes dolog, hogy a társas házoknál ott gyakrabban történik, tehát ott 770-1000 literes konténerek lettek kihelyezve a város teljes területén, és ott ezeket a konténereket pedig hetente üdítjük.
Jó, menjünk vissza egy picit a hulladékudvarra, tehát az megszűnt. Mi van helyette? Mert azért van megoldás. Vannak megoldási javaslatok, igen. Tehát itt szintén felsorolásra került, hogy a családi házakban a lakók idei évtől igénybe vehetik majd a házhoz menő zöld hulladékgyűjtést, ami úgy gondolom egy nagyon eddig felfokozott igényt tud kielégíteni a városban, mivel a családi házakban a lakók közül, akik nem rendelkeztek eddig a kártvási rész rendelkezett sok biokukával, felmerült az igény, hogy az jó lenne ezt is volt külön gyűjtésre, külön el tudná szállítani a szolgáltató, és ez a lehetőség az idén rendelkezésre áll, január, február, december hónapban havonta egyszer, ezen kívül pedig márciustól novemberig két hetente fogjuk összegyűjteni a növényi eredetű biohulladékot. Az fontos, hogy ehhez a zsákot ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk, 21 zsákot adunk per háztartás. Ez, ami igazából ingyenesen a lakók számára biztosítva, hogyha valaki e felett szeretne igényelni, akkor az 75 forint plusz áfa ára meg tudja vásárolni a telephelyünkön. Szintén fontos, hogy a kártvárosban meglévő biokukák továbbra is használatban maradnak, viszont értelem szerint, aki már rendelkezik biokukával, az plusz zsák igénylésére nem jogosult. Jó, akkor nézzük a lontalanítást. Itt ugye a hulladékudvarról volt szó, gyakorlatilag ez kiválthatja a lontalanítás. Mi van ezzel? Még egy picit én visszacsatolnék itt a zöld hulladék gyűjtésre, hogyha megengedi. Szintén egy újdonság lesz, hogy tavasszal és ősszel lesz összekötözött ágnyesedék gyűjtés ingyenesen Sáváron. Erre is elég komoly igény volt korábban, és úgy gondolom, hogy a házhoz menni biohulladék gyűjtése meg az összekötözött ágnyesedék gyűjtéssel azt, amit korábban a hulladékgyűjtő udvar úgymond bevett, mint zöld hulladékot, azt ezzel egy az egybe ki is tudtuk váltani. Tehát ez még talán kényelmesebb is lesz a lakóknak, mint ami eddig lehetőségre állt. A lomtanításnál annyi változás lesz, hogy évente egyszer lesz lomtanítás, tehát ami ingyenesen igénybe vehető, viszont egy újdonság bevezetésre kerül az pedig az, hogy márciustól novemberig lesz havonta egyszer egy olyan lomtanítás, amit díjkötelessel lehet igénybe venni, tehát hogyha valakinek évközben keletkezik még valami plusz igénye, akkor ezt szintén ki tudjuk elégíteni. Itt fontos ezt kihangsúlyozni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban eddig lomhulladékként, hát elég sokfajta hulladékbeszállítása került, ez idén már nem lehetséges. A lomhulladék az igazából az a hulladéktörvény értelmében, ami a hulladékgyűjtő edényzet méretét meghaladja. Tehát az, amit esetleg a lakók külön zsákban gyűjtenek, vagy félretesznek, az nem minősül lomnak. Annak a megoldása az, hogy az kiegészítő zsákot kell vásárolni, és akkor azt gyűjtőjáratra elszállítjuk. Viszont így, ahogy említettem, mivel évente egyszer lesz a hulladéktörvény értelmében egyszer kötelező lomtanítást végezni egy településen, ez megtörténik házhoz menő ingyenes verzióban. Ezen kívül pedig ez a havi egyszeri lehetőség, ez pedig a plusz hulladék elszállítására talán megoldás fog jelenteni. Mondjunk egy konkrét példát. Nekem van otthon, kiindulva a korábbi lomtanításokból, rossz tévé, rossz szekrény, kanapé, amiket úgy általában ki szoktak tenni, matrac. Tehát ezeket elviszik lomtanításkor, illetve egy alkalommal a fizetett elszállítással? Ez úgy működik, hogy évente egyszer tudunk arra lehetőséget biztosítani, hogy a gumihulladékot, az elemet, akkumulátorhulladékot, akkor a hűtőt, egyéb elektromos berendezéseket, tehát gondolok itt a tévére, mikrohullámosütőre, hasonlókra, évente egyszer tudják Sávává és közigazgatási területén a lakók valahová, tehát egy meghatározott helyre elszállítani, és konténerekben ott elhelyezni. Tehát ezt évente egyszer tovább is biztosítjuk, úgy gondolom, hogy ezzel a hulladékudvarnak a problémája szintén megoldásra kerül, mert ennyi időre talán ezt a hulladékot otthon még lehet átmeneti jelleggel tárolni. És akkor visszatérve arra, hogy ha nagyon méretű, tehát bútor vagy hasonló van, azzal mit lehet csinálni. Tehát lényegében, hogy említettem, hogy a lomnak a mi a definíciója, ami meghaladja a kukának a méretét, és nem veszélyes hulladék, az egyértelműen, amikor van a házhoz menő lomtanítás, akkor ki lehet helyezni, és akkor ezt elszállítjuk, meg pedig pluszba a fizetős lomtanításkos elszállítása kerül. Jó, és akkor olvastam egy érdekességet még az építési hulladékkal kapcsolatban. Igen, tehát az építési hulladék az építési bontási törvényeket kell alatta érteni. Hát ennek az elhelyezése idén szintén a január 1-től nem lehetséges a hulladékgyűjtő udvarban, viszont itt is van megoldási alternatíva. Havonta egyszer Sávár közigazgatási területén egy hely kijelölésre kerül, ez már meghatározásra is került. Ez a Kemény István utca egy szám mellett lesz már kitéve ebben a hónapban 30-án pénteken konténerek. Bocsánat, csak közbevetőleg, ez minden hónapban másút lesz, vagy mindig ugyanott? Nem, tehát ez most még... nem lett kihirdetve, de az a cél, hogy meghatározott időd legyen, tehát úgy gondolom, hogy a jövőben is úgy lesz, hogy minden hónap utolsó péntekén lesz déltől 6 óráig. És hol? Ez a, hát a, de mindig ugyanott? Remélhetőleg mindig ugyanott, igen. Ez a Kemény István utca egy szám előtt, ez a jobb, azért is írtam a hirdetésbe, hogy hát a
ebben a közleményben a Lafuma után fogják megtalálni a konténereket a lakók, és oda ingyenesen elvihetik az építési törmeléket, 1 köbméter per háztartás per év mennyiségben, és ott ingyenesen elhelyezhetik. Szóval aki figyelni fogja, hogy ki mennyit visz oda? Fogjuk figyelni, így van. Tehát lesz ott tőlünk egy kollega, aki ezt fogja figyelni. Jó, menjünk vissza még a legelejére a kommunális hulladékgyűjtésben, tehát az általános hulladékgyűjtésben lesz-e változás, azon kívül tudjuk, hogy az árakban nem, ezen kívül történik-e változás, hogy minden marad a régiben? Hát a kommunális hulladékgyűjtésben szintén voltak apró változások, voltak utcák, ahol az ütés napját lett éve egy másik napra, de szintén kiértesítése került az újságba, és meg értesítőt küldtünk ki a lakóknak. Hát itt a gyűjtési gyakoriság az egy érdekes téma, ez a rendelet, ami egészségügyi rendelet, ami erre vonatkozik, ez már elég régi. Ennek a módosítását tervezi a kormányzat, még a jogszabály még nem módosult. Hogyha ez itt változás lesz, akkor a kommunális hulladéknak a gyűjtését azt még át kell gondolni, mert ha végig gondoljan is ezt az egész tevékenységet, akkor ennek igazából az az egésznek az értelme, hogy a vegyes hulladékból idézőjelve a kommunális hulladékból kivegyük a szelektív hulladékot, ha nagyon ügyesek vagyunk, kiveszünk még a biohulladékot, és akkor ami marad, az már egy aránylag tiszta vegyes hulladék, ami később esetleg valamilyen tehát valamilyen energetikai hasznosításra alkalmas lehet. Itt az a lényeg, hogy a lerakóról minél jobban eltérítsük a hulladékot, és hogyha ezt a lakók megfelelően tudják, tehát igazán megértik ennek a jelentőséget, fontosságát, és ezt megfelelően alkalmazzák, akkor szerintem ezt el lehet élni. Egy apró kérdés a végére. Itt szó van biohulladékról, növényi eredetű biológiai lebomló hulladékról. Itt csak az ág, levél, vagy valami más is beletartozik. De mit értsünk ez alatt? Hát itt azért írtam azt, hogy növényi eredetű egyértelmű, tehát állati eredetű nem tartozik ebbe bele. Tehát itt, ahogy ön említette, a gyümölcsök, akkor a kerti nyesedék, fű hasonlók, tehát ami normál esetben előfordul egy háztartásban. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, szerintem elég sok változás van, de ennek megzőmem, hogy majdnem minden egy pozitív változás, és akkor szemléletbe is reméljük, hogy... Reméljük, így van, szemlélet is egyre pozitívabb lesz, és ami még szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ürítési napokra, meg a változások esetleg, ha van valami módosítás, most az ürítési napra azt gondolok, hogy a szelektív hulladék ürítési napja milyen napra esik, ezt a Sárvári újságban mindig közé tesszük. Jó. Köszönjük szépen, ez volt tehát az első beszélgetés, és rögtön jövünk a Távhő frissen kinevezett igazgatójával, Takó Lászlóval. Elegancia. Látvány. Gyógyulás. Élmény. Játék. Felfrissülés. Sárvárfürdő. És ahogy ígértem, már is vendégváltás, forró váltás volt a stúdióban Takó Lászlóra, Távhő Kft. Igazgatója van körülbelül. Először is gratulálok a kinevezéshez, hiszen december 31-ig ismételten kinevezték. Egy nagyon gyors értékelés, tudom, hogy a televízióban és az újságban is már volt erről szó, de egy nagyon gyors értékelést a múlt évről szeretnék így évelején. Igen. Hát a múlt év folyamán befejeztünk egy KEO pályázati beruházást, amelynek során két önálló távfőkörzet összekötésre került, nevezetesen a Deák utca 5 hőközpontból, most már az is kazánházzá is avanzsált, egyik célpontból, a másik pedig hát a Petőfi úti lakótelep. Ez körülbelül egy 800 méter, vagyis pontosabban 801 méter vezetékpár kötötte össze. Erre két okból is szükség volt. Elsősorban a sága, úgy tetszik, leépülésével egyre kevesebb technológiai hőigényre volt szükség és az részükre, és hát a meglévő kazánberendezések kapacitása folytán így már elég rossz hatásfokkal, vagyis magyarul drágán tudta előállítani az általunk a Petőfi lakótelep és környékéhez tartozó hőkörzet ellátásához a vásárolt hőt. Másrészt aztán gyakorlatilag hát az idők folyamán szerkezetváltással a sága gyakorlatilag befejezte azt a fajta tevékenységét, amire erre a hőigényre szüksége lett volna, és hát itt szükségessé vált, akuttá vált a két hőközetnek az összekötése. Erre sikerült egy pályázatot nyernünk, amelyet először 50%-os
majd aztán később hát 100%-os támogatással sikerült megvalósítani, úgyhogy végül is ez a beruházás azt gondolom, hogy elérte a célját. A második ütemben egy jelentős kazánházi korszerűsítés is megvalósult, ahol hát egy jobb hatásfokú kazánokkal és hát egy a mínusz 5-6 fokos külső hőmérsékletig ezeknek az üzemeltetésével, fokozatos beléptetésével, illetve megmaradó két kazánnak a felhasználásával, hát lényegesen jobb hatásfokkal tudjuk működtetni a berendezéseinket. Ezzel párhuzamosan a CO2 kibocsátási értékek is csökkentek, ami hát a Sárvárváros, mint üdülőváros szempontjából nem lényegtelen. Borzasztó laikus kérdés következik most, hogy Sárváron per pillanat hány helyen és hol van kazánház? Most Sárváron így aztán csak egy helyen van kazánház, amit a távhőszolgáltató üzemeltetésében van. Ez nevezetesen a Sárvár kórház kerületén, tehát mint említettem, itt is egy korszerűsítés valósult meg, amelynek folytán hát a szivattyúk, a kiegészítő berendezések, illetve hát maga a kémény is egy felújításra került. Mennyi az a lakás háztartás, amennyit ellát most a távhő? Hát megközelítőleg 1000 lakossági fogyasztónk van, nem éri el pontosan az 1000-et, illetőleg hát önkormányzati intézmények? Igen, de tehát az intézmények azok pedig durván az is az 50%-a. Tehát körülbelül úgy van a felhasználás, hogy egy olyan 5%-a a fogyasztóknak az vállalkozói alapú, tehát üzletekről van itt szó, és akkor a másik, a megmaradt résznek körülbelül fele a lakossági fogyasztó, a másik fele pedig hát a különkezelt intézmények fogyasszák el. Még egy picit a múlt, aztán megyünk a jövőre is. Jó néhány évet, egy évtizede volt most már lassan, hogy volt egy ilyen leválási láz, ez megállt? Ez megállt szerencsére. Tehát ez ugye a 2006-7-es esztendőkre tehetők. Sajnos itt egy elég jelentős részét elvesztettük leginkább a lakossági fogyasztóknak, de ekkor tájt vált le a Danovius szálló is, és hát ez elsősorban ott határozta meg nagyon érzékenyen a Sárvár távhő működését, hogy az alapdíjak, ami akkor tájt arra biztosítottak költséget, hogy működtessük ezeket a rendszereket. Tehát ezek lényegesen csökkentek, hiszen mint a lakossági fogyasztóknak közel 35%-a levált a fűtési rendszerről, ugyanakkor a költségelemek azok valójában állandóak maradtak. Na most itt egyrészt megakadályozva a további leválásokat, Sárvár távhő azt a politikát követte, hogy a szolgáltatási díjakat alacsonyan tartsa, és hát valójában ez így is alakult, hogy Vas megyében a Sárvár távhőnek voltak mindig a legalacsonyabb hődíjai, amelyek aztán hát 2011. március 31-én, hogy úgy mondjam, berekesztésre kerültek, és aztán valójában hát ezek a rezsicsökkentések tulajdonképpen ezeket az árakat csökkentették. Szerencsére a kormányzatunk pozitívan áll Magyarországon a távhőellátási rendszerekhez, ahogy a nyugaton is ennek jövőjét látunk, mi is, meg ő is, és hát szerencsére egy kis támogatással ezeket sikerült túlélni, és hát a lakosság részére most már oda jutottunk el a tavalyi végére, illetve az idei elejére, hogy most már a távhő által előállított hőenergia fajlagosan 1 gigajoule-ra vetítve olcsóbb, mint hogyha ezt valaki egy jobb minőségű gázkazánnal saját magának állítja elő. Akkor adódik a kérdés, hogy most január közepén vagyunk, mi lesz az idén az árakkal? Szerencsére azt tudom mondani, hogy nem látszik semmiféle áremelés, nem hallani most a további rezsicsökkentésről is. Nagy valószínűséggel ezek az alapdíjak, illetve ezek a hődíjak meg fognak maradni,
mindenképpen a következő fűtési idényig. Ez szinte biztosnak mondható. Az előbb beszéltünk itt felújításokról, rendszerek összekötéséről, nekem fölvillant, eszembe villant egy kép. Néhányszor a televízióban is foglalkoztunk jó egy évtizede vagy még több vele, amikor leesett az első hó a városban, akkor a Várparkban gyakorlatilag jól kivehetően a hó ott egy bizonyos nyomvonalon rögtön el is olvadt, hiszen olyan nagy hőkibocsátás volt, ami azt jelezhette még a laikusnak is, hogy ott valami nincs rendben a távhővezetékkel. Így van. Hát ugye itt nagyjából a 80-as évek elején alakult ki Sárváron is a távhőellátási rendszer. Hát itt elsősorban akkor, tehát még úgy látszott, hogy az alkotmányúti lakótelep növekszik majd erőteljesen, tehát oda egy vastagabb dimenziónál cső került kialakításra. Egyrészt ennek az összehangolásával most a két hőközet kapcsán voltak problémáink, amikor így szilveszter környékén megjelentek a jelentős hidegek, és hát valóban a Várpark területén elég kritikusnak látszik. Ezek is már valójában előre szigetelt csővezetékből épültek meg, de hát nagyjából a 80-as évek technológiáját, aminél hát az élet azt bizonyította, hogy azért nem sikerült minden esetben a legjobb rendszert kialakítani. Sajnos ott a Várpark területén hát egyrészt a legmélyebb is a távhővezeték rendszerünk, tehát legmélyebben fekszik, és hát ezáltal azért egy elég agresszív talajvíz is közbe körülveszi ezeket a vezetékeket, és hát jelentős csőtöréseink nagyobb része azon a környéken alakult ki. Hát a további terveinkben miképpen ez a vezeték most már gerincvezetékké avanzsált elő, azáltal, hogy a két hőközet összekötetésre került, és hát ugye a biztonságos szolgáltatás érdekében hát mindenképp azt kívánja a helyzet, hogy ezeket a vezetékeket felújítsuk, karbantartsuk, tehát erre jelentős energiát fogunk fektetni, ami hát nyilvánvalóan a fűtési idény lezárása után jöhet számításba. Amit mi saját erőből el tudunk végezni, azt elvégezzük, ahogy nem, ott bevonunk idegen vállalkozót is. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Bízva abba, hogy továbbra is maradnak ezek az árak, és nem lesz évközben áremelés. Köszönjük szépen, hogy eljött, és köszönjük, hogy tájékoztatta a nézőket. Mi pedig egy rövid reklám után folytatjuk. A Tóth Ipari és Szolgáltató Kft. Ajánlata közületek és lakossági ügyfelek számára. Forgácsoló és lakatosipari munkák. Láng és plazmavágó munkák CNC vezérlésű géppel. Kovácsoldvas kerítések, kapuk, erkélykorlátok és dísztárgyak készítése. Ingyenes felmérés és árajánlat. Tóth Ipari és Szolgáltató Kft. Sárvár, Damjanich utca 1. Telefon 0630 2676 006. Várjuk megrendeléseiket! És akkor már is folytatjuk a műsor folyamot. Harmadik vendégünk a stúdióban Kohut Viktor vezérigazgató a Vasi Víz. Től, és hát vele való beszélgetés különösen aktuális, hiszen a sárvári vízszolgáltatásban komoly változás történt, a Sárvár víz december 31-ével megszűnt, amint arról már be is számoltunk, és január 1-ével a Vasi víz vette át a szolgáltatást. Nagyon egyszerű a kérdés, miért volt szükség a változtatásra? Szeretettel köszöntök én is mindenkit, a műsor nézőit. A változtatásra nagyon egyszerű okok miatt volt szükség. Van egy 2011. évi 209-es törvényünk, ez a vízi közműszolgáltatásról szóló törvény, mely bizonyos átmenetet adott a vízi közműszolgáltatóknak, tehát 50 ezer felhasználó egyenérték, 100 ezer felhasználó egyenérték és 150 ezer felhasználó egyenérték tekintetében, és mivel a Sárvár víz 50 ezerre rendelkezett, de ennek ugye 2014. december 31-ig volt aktualitása, innentől kezdve egy nagyobb felhasználói egyenértékkel csatlakozó vagy rendelkező szolgáltató alá kellett besorolódnia, és így kerül sor arra, hogy a Vasi Víz Zrt-vel ez az integráció megtörtént.
Ez gyakorlatilag akkor december 31-ről január 1-ére virradóra történt meg naptár szerint. Hogy történt meg ez az átállás? Mondhatjuk azt is, hogy egy zászló levonással, felvonással és egy pezsgőbontással történt. Tulajdonképpen az átmenet az, hogy a történelmi dolgokban is visszafele menjünk, meg is köszönném itt a helyi polgármesternek, illetve a Hende Csaba miniszter úrnak, illetve Puskás Tivadar polgármester úrnak, hiszen ők is jelentősen segítették ezt az integrációs folyamatot. Ugye a volt ügyvezetővel, aki meg jelenleg is a Sárváriszk Kft. Ügyvezetője, Gerencsér Zsoltán, nagyon sokat beszélgettünk, egyeztettünk ebben a témában. Nagyon sok munkát is fektettünk ebbe a dologba, hogy ez az integráció olyan körülmények között és olyan viszonyokkal, paraméterekkel menjen végbe, amely mindkét fél számára, de főként a lakosság számára megelégedéssel legyen, hiszen a változtatásokat, illetve a változásokat nem igen szerettük volna, hogyha érzékeli a lakosság. Ami mindenképpen büszkeséggel tölt el minket az ERT-nél, illetve Vas megyeiként is azt mondhatom, hogy 18 év után a Sárvárvíz Kft. Ismét visszatalált és visszajött a Vasi Víz ZRT-hez, ami szerintem egy óriási eredmény, hiszen együtt tudhatjuk a megyét most kisebb-nagyobb kivételekkel, megyei közszolgáltatóról beszélhetünk Vas megyében. Mit vett észre a lakosság, mert én, mint fogyasztó, gyakorlatilag eddig semmit? Igen, hál' Istennek, és köszönöm szépen, ez egy újabb pont, hogy a fogyasztói elégedettségi vizsgálatunk talán még csak egy hónap fölfele fog ívelni. Hát ugye három vagy négy kategóriáról beszélhetünk. Díjak tekintetében arról kellene beszélnünk, hogy ugye mindenki félt attól, hogy itt majd a vasivizes díjak lesznek, ami 1-2 forinttal drágább talán a sárvárvizes díjaknál, de nem fognak változni, tehát a díjak azok változatlanok maradnak. A számlázás lesz az talán, amelyben egy kicsit itt a fogyasztók késlekedve fogják megkapni a számlákat, hiszen van most jelen pillanatban egy új vállalatirányítási rendszer elképzelése a cégnek, amelynek az átalakulása, illetve a cégnél való megvalósítása, bevezetése folyamatban van. Szóval ennek következtében a számlák azok a február-márciusi hónapban fognak kimenni, mint vasivizes számlák a Sárvárvíz Kft. Szolgáltatási területén levő fogyasztók számára. Tehát ugye itt arról a négy településre beszélünk, ami Sárvárt, Csényét, Rábapatyot, illetve Jákfát illeti. Mivel a számlázás késlekedni fog, már most kérem a lakosokat, hogy türelemmel és megértéssel fogadják. Természetesen minden olyan lépést meg fogunk tenni, hogy a lakosságnak ez többlet terhet ne jelentsen. Gondolok itt a későbbiekben, hogyha részletfizetést kérnek, akkor természetesen állunk rendelkezésre ebben. És hát ami még változás lehet ebből a szempontból az az, hogy az 50 köbméter el nem érő felhasználási helyeken, tehát 50 köbméter per hó felhasználást el nem érő fogyasztási helyeken évente két lakosság esetén évente kétszer fogunk leolvasni. Egyébként meg általány? Egyébként a lakosság esetében ugye két leolvasást fogunk megejteni évente, egyébként meg a közületek esetében, stb. Azt meg úgy fogjuk csinálni, hogy a Sárvárvíz, tehát havi szinten olvassuk le majd. Még vissza egy picit a díjakra, mert hát ha nem volt egyértelmű, hogy a jelenlegi sárvári árak maradnak egyelőre? Igen, ezt az előbb nem említettem, erre nem is ad lehetőséget számunkra a törvény, hiszen a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal az a felettes szerve minden vízi közműszolgáltatónak, amely a díjszabást előterjeszti, tehát minden egyes vízi közműszolgáltató adatokat szolgáltat a területét érintő vízi közműrendszereknél, és az Energiahivatal előterjeszt egy díjjavaslatot, ezt a díjjavaslatot továbbítja a miniszternek, amelyik a Nemzeti Fejlesztési Miniszter jelen esetben, ő pedig díjrendeletben szabályozza állami szinten majd az egyes víziközműrendszereken a díjakat. Már dicsértem az egy hónapos tevékenységüket, akkor a Sárvárvíz tevékenységét is dicsérem egy picit. Itt egy nagyon jól működő, hibaelhárító ügyeleti rendszer volt. Ez marad-e, vagy változik a dolog? Köszönöm szépen a kérdést. Igen, ebben is sokat egyeztettünk Gerencsér úrral az elmúlt egy éves időszakban.
Természetesen erre egyértelmű választ úgy tudnék adni, hogy nem lesz változás, tehát mindent úgy fogunk hagyni, és mindent úgy is fogunk csinálni, ahogy az korábban volt, hiszen Sárvár egy üzemérnökségi terület lesz. Tehát a Vasi Víz ZRT három üzemérnökségi területre rendelkezik, az egyik a Szombathely, a másik Körmend, a harmadik pedig az újonnan csatlakozott Sárvár lesz, magával vonva ezáltal a környező területeket is. És mivel mondom logisztikai központ, ezért a hibaelhárítás, az itt levő gépek, azok itt fognak maradni, és mindent ugyanúgy fogunk végezni, ahogy eddig is történt. Ügyfélszolgálat, ugye eddig kint volt a telephelyen az ügyfélszolgálat, ügyfélfogadás ideje, rendje? Az ügyfélfogadás is egy fontos kérdés volt a csatlakozás során, ezt is ugyanúgy belevettük azokba a vállalásainkba, amiket itt a Gerencsér ügyvezető úrral beszéltünk. Ugyanúgy a lakosság számára rendelkezésre fogjuk bocsátani, mint ahogy az korábban is volt, az ügyfélszolgálati irodát. Egyetlen egy dologban szeretnék majd központilag dönteni, ez pedig a részfizetési kérelmeknek az elbírálása lesz, de természetesen ezeket is itt lehet majd helyben igényelni, és e-mailes vagy belső rendszerbeni Szombathelyre való küldéssel fognak lefolytatódni ezek a dolgok. Még egy kérdés, az itteni üzemmérnökségnek lesz vezetője, vagy lesz valami kihelyezett vezető is? Vagy? Igen, már név szerint is tudom őket említeni, a vízszolgáltatás üzemmérnökség vezető, hiszen a Vasi Víz ZRT-nél megvan osztva a két szolgáltatási terület, tehát a vízen a Szalai Róbert kollégámat kértük fel üzemérnökségvezetőnek, aki már korábban is folytatott itt tevékenységet, a szennyvizes oldalon pedig egy kiváló kollégánkat, a Szombathelyi telep üzem egyik üzemvezetőjét, a Stubics Gábort kértük meg, aki pont a tegnapi nap folyamán fogadta el. Ezt azért is tartom fontosnak, hogy belső embert nevezzünk ki ezekre a területekre, hiszen szeretném megadni a fiataloknak, úgy gondoljuk, hogy a fiatalok érdemesek arra, és lássák azt a tovább lépési lehetőséget a rendszeren belül, amely érdemessé teszi őket abban, hogy tanuljanak, képezzék magukat, és a későbbiekben egy életpályát fussanak be a vízműnél. Köszönöm. Még egy nagyon tényleg utolsó kérdés, lehet, hogy picit korai még így január elején, egy hónapos tevékenység után, hogy terveznek-e esetleg valami beruházást, vagy hogy látják, szükség van-e valamiféle beruházásra itt a környéken? Igen, a beruházások tekintetében egy 15 éves gödörfejlesztési tervet kellett kialakítanunk, amelyet korábban a Sárvárvíz Kft. Is leadott, illetve a környező településekkel elfogadtak. Nagyobb beruházást én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban már lefolytattak, tehát itt a csatornázásra gondolok, amely egy nagyon szép teljesítmény volt. Én úgy gondolom, hogy a beruházások amellett, hogy mind az önkormányzattal karöltve, illetve annak tájékoztatása megrendelése mellett fognak folyni, az elkövetkezendő időszakban kerül majd arra sor, hogy az üzleti tervbe ezeket rögzítsük, és majd azt elfogadja az igazgatósági tanácsunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy felvilágosítást adott a nézőknek és nekünk is, és akkor sok szerencsét, nem bányászok vagyunk ugyan, de sok szerencsét a sárvári munkához is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen is. Mi pedig mindjárt folytatjuk. Az autó Baumgartner Kft. Szombathelyen a Csaba út 7 szám alatt található. Sárváron legegyszerűbben a Tesco áruháztól Körmend felé autózva, a körgyűrűn, a V-Pik körforgalom után jobbra lekanyarodva közelíthető meg. A cég, mely már 20 éve áll ügyfelei szolgálatában, olyan magas minőségi követelményeknek megfelelő szolgáltatást nyújt, amely maradéktalanul megfelel az ügyfelek igényeinek, mind az új autó értékesítés, mind a szervizszolgáltatás területén. Ennek a munkának az elismeréseként 2012-ben és 2013-ban is a legjobb Renault kereskedésnek választották Magyarországon. Az autó Baumgartner Kft. Szolgáltatásai. Új Renault és Dacia típusú személy és haszongépjárművek értékesítése, tesztvezetés. Használt autóbeszámítás és értékesítés, teljes körű ügyintézés. A szerviz vállalja Renault személy és haszongépjárművek garanciális és azon túli javítását, időszakos karbantartását, illetve más típusú gépjárművek szervizelését is. Műszaki vizsgára felkészítés, eredetvizsga. Gyári alkatrészek felhasználásával elvégzett javítások esetén 12 hónap garancia. Telephelyünkön a műszaki vizsgáztatás a Magyar Autóklub segítségével történik.
Kiemelt akció a készleten lévő Megane, Fluence, Scenic személyautóinkra akár 850 ezer forint kedvezménnyel. Céges vásárlóinknak a flotta napok keretében akár egy autó vásárlása esetén is rendkívüli kedvezményeket biztosítunk december 31-éig. Megtekinthetik és kipróbálhatják a legújabb Renault Trafico és a megújult Renault Master kis teherautóinkat is. A szervizben választhat az akciós téli gumi kínálatból is. Minden eredeti Renault akkumulátorból 5000 forint kedvezményt biztosítunk, és a cseréért csak 10 forintot számolunk fel. Minden eredeti Renault akkumulátorra 3 év garanciát biztosítunk. Akkor, ahogy ígértem a mai műsor folyamban, sorrendben az utolsó vendég Kondra István polgármester úr itt a stúdióban, akivel folytatjuk és lezárjuk a közszolgáltatókról szóló beszélgetést. Itt elhangzott a korábbiakban, hogy voltak változások, és ebben az évben és a múlt évben is voltak változások. Elhangzott az is, hogy Takó László megbízatása az idei év 2015 végéig szól. Hogy alakult így a helyzet? Miért alakult így a helyzet a közszolgáltatások fontján? Mindenkit szeretettel köszöntök, üdvözlök. Hát igen, egy nagyon érdekes, időnként kényes, de nagyon fontos terület. Nem nagyon népszerű talán, vagy nem szoktunk erről beszélgetni, hiszen a mindennapjainknak egy természetes eleme, hogy a közszolgáltatásokat igénybe veszük, és ráadásul ebben van olyan, mint a hulladékszállítás, hogy ami kötelező közszolgáltatás. A távfőné nem okvetlenül, mert nem minden lakásunkat érint. A dolognak van egy nagyon rövid történetisége, amelyről mindenképpen szólnunk kell. Elsősorban talán a víz és csatorna szolgáltatás ügyében, már annak alakultak ki a jogszabályi keretei a legexaktabban, és hát az integrációs folyamat, amely elindult már 2013-ban, 2014 végére jutottunk el oda, hogy a Sárvárvíz Kft. Tevékenységét megszüntette, átvette a Vasi Víz ZRT, sőt én már kezembe foghattam papír alapon azokat a részvényeket is, amely 24 millió forint értékben bevásároltuk magunkat a Vasi Víz ZRT-be, tehát tulajdonosok vagyunk, úgyhogy innentől kezdve a döntési folyamatok, igaz, hogy csak 1,2% erejéig, de ott vagyunk, halljuk, beleszólunk nyilván időnként, sőt majd reményeim szerint a felügyeleti rendszerbe is részt tudunk venni. Mi a számunkra a leglényegesebb az, hogy minden zökkenő nélkül, remélem senki nem vette észre január 1-én, hogy más víz folyik a csapból, ugyanolyan szolgáltatási minőséget szeretnénk és kérünk, és sőt követelünk garantálni a Vasi Víz ZRT részéről. Ők természetesen ezt nem csak hogy megígérték, szerződéseink is vannak, és nem is gondolom, hogy ez változni fog. Annyi változik talán a szervezeti rendben, hogy a Sárvárvíz Kft. Önálló jogi személy helyett itt egy üzemmérnökség működik egy kibővült területtel, és nyilván a bizalmi elem abban van, hogy a sárvári szakemberek olyan minőséget tudtak produkálni az elmúlt időszakban, hogy a Vasi Víz ZRT erre bizton számíthat. A távfőszolgáltatás esetében egy kicsit más a helyzet. Többek között a egy évre szóló megbízatásnak is azóta a logikája, hogy időközben elindult egy nemzeti közszolgáltató holdingnak a szervezése. Ez valamikor tavasszal vagy tavaszra kikristályosodik, hogy mely területeket milyen nagyságrendben érint. Annyit tudunk már, hogy a villamosenergia szolgáltatásban szerepet fog kapni, a gáz szolgáltatásban szerepet fog kapni, és a kérdőjel ott van, hogy milyen szinten, milyen mennyiségben kap szerepet majd a távfőszolgáltatásban. Ezért a 15-ös évet mi egy ilyen teszt vagy kísérleti évnek is tekintjük, és nem arról volt szó, hogy a sokkal rövidebb megbízatási időt gondoltunk igazgatórnak. Most ugye szerencsés helyzetben vagyunk, ráadásul már egy olyan programnak a végére értünk, hogy teljes egészében megújult a fűtési rendszerünk, új vezetékszakasz is van 800 méter hosszan, illetve kórházi kazánházba teljesen új korszerű energiatakarékos kazánokat tudtunk beépíteni, 200 millió forint 100%-os állami támogatással. Tehát mi azt mondhatjuk nyugodtan, a következő évtizedekre megint egy biztonságos szolgáltatást tudunk Sárváron biztosítani, akkor is, ha saját kézben marad a működtetés, akkor is, ha esetleg egy integráció folyamat itt is
elindul. A hulladékgazdálkodás a következő, talán a legkényesebb. Talán a legkényesebb terület. Miért? A történet ennek is úgy van, hogy elindult azzal, hogy nem lehet magánkézben ez a szolgáltatás, legalább 51%-ban önkormányzati tulajdonba kell lenni, és mi, ahogy a törvény haladt előre, annak a határidei, mi ezeket a lépéseket szépen megtettük, először 51% többséggel egy új jogi szemét alapítottunk, a Sárvári Zöldpontot, aztán amikor helyzet váltott, akkor 100%-uk, kvázi bevásároltuk magunkat ebbe a jogi személybe, és odáig jutottunk, hogy a szolgáltatást most már Sárvár, Sitka, Porpác és majd Bögött területén, ezen a négy településen a mi saját cégünkkel fogjuk megvalósítani, és a másik oldalon meg elindult egy olyan folyamat, ami szintén a jogi szabályozásból fakad, hogy a szelektív gyűjtésnek a kötelező érvényű bevezetését az egész országba elindították. Mi egyébként előnyben vagyunk, nagyon örülünk neki. Én személy szerint külön örülök, mert hiszen már huke időszakban is, de az elmúlt évben különösen ugye mindig mondtuk az embereknek, hogy szuper szelektív hulladékgyűjtés Sárváron, és most már egy kicsit beletanultunk, nagyon remélem, hogy ez jól fog működni, ráadásul házhoz menő gyűjtésről van szó. Azt biztosan lehet mondani, hogy ami rajtunk múlik, azt megtesszük. Ennek a társaságnak a működése azért egy kicsit érdekes, mert ugye nem volt sem autónk, sem emberünk, mondanám, se irodaházunk, se területünk, semmink. Úgy indultunk neki, és azt gondoltuk, hogy legjobban magunkba bízunk meg, hogyha mi csináljuk ezt a szolgáltatást, és szép lassan beletanulunk, meg kialakítjuk a fizikai, tárgyi, technikai feltételeket is. Egy pillanat erejéig még hadd térjek ide vissza, hogy elhangzott, Pintér úr is elmondta itt, hogy az önkormányzati törvény értelmében kötelező a szelektív gyűjtés, és ezt tényleg az elmúlt években is már népszerűsítették, tehát kezdett elterjedni. Mennyire veszik komolyan azt a mostani kötelezőséget? Ezt Pintér úrtól nem kérdeztem meg, tartogattam a kérdést a polgármester úrnak. Hát most azt kell mondanom, hogy ez már nem választásos lehetőség. Ez kötelező, amiben nekünk a állampolgárok, a sárvári polgárok tudnak segíteni, az, hogyha ezt a szelektív gyűjtést minél nagyobb számban és minél precízebben elvégzik, és mindig szoktam mondani, ami megint egy specialitása mi városunknak, mi, mint gyógyhely, kiemelt fürdőváros, turisztikai célpont, ahol 730 000 látogatója volt tavaly a fürdőnek, 480 000 vendégészakánk vannak a szállodákban, tehát mi egy olyan frekventált település vagyunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy piszkos, szemetes, koszos legyen a város. Ezt viszont egyedül sem a Zöldpont Kft., sem a polgármester hivatal vagy az önkormányzat nem tudja megoldani, tehát nekünk nagyon fontos, hogy partnerek legyenek a sárvariak. Az önérdekünk miatt is, hogy tiszta körülmények között éljünk, meg amiatt is, hogy a mi gazdasági erőforrásunk van egyik pontként ott van, hogy tiszta és szép a városunk. Én az előbbi kérdésnél elsősorban arra gondoltam, hogy a lakosságot mennyire tudják, bocsánat, rá kényszeríteni erre. Hát mi azért a puha nyomásoknak és a vonzásoknak a pártján állunk, tehát nagyon sokat beszélünk erről, nagyon mély tájékoztatást csinálunk, kiharcoltuk magunknak, és köszönöm a Sárvári Hírlapnak, hogy minden számban a Sárvári Zöldpont információi megjelennek. Tehát még véletlenül is beleakadhat az ember szeme, hogy... Ez nagyon fontos, nekem otthon ki van téve a konyhában, mindig kivágva, hogy mikor van a szállítás. Tehát tényleg nagyon mikor szállítják a... Amiben így nekünk van. Még a törvény tudna segíteni, meg az állampolgárok is, mert Ausztriában és tőlünk egy kicsit nyugatabbra szintén működik. Ha ezt elég jól csináljuk, akkor bejöhet majd az a ritmus, hogy az egyik héten a kommunális, a másik héten a szelektív kukát viszik el, tehát minden héten van hulladékszállítás, igen, csak más a tartalma, a beltartalma. És miért fontos ez? Azért, mert azért van egy költségoldala is ennek. Tehát azt ebben a szerkezetben, hogy saját céggel csináljuk a hulladékgyűjtés szállítást, és nyilván a lerakást, ennek különféle költségei vannak, az, hogy egy nyereségvás, nullszaldós vagy pozitív nullszaldós vállalat, vállalkozás alakuljon ki, tehát hogy az önkormányzat közös adóforintjaiból ne kelljen még további támogatást adni, egy-két évig egyébként elképzelhető, amíg ez felépül ez a rendszer, ahhoz viszont kellene ez a törvényi segítség,
hogy a nem ritkítani, hanem a, ennek a ritmusát egy kicsit átalakítani kellene. Jó, még egy kérdés távhőgyben. Takó úr elmondta, hogy nagyjából most 1000 lakás, illetve intézmény üzlet tartozik hozzájuk. Arról is beszéltünk, hogy egy olyan 6-7 évvel ezelőtt volt egy nagy roham, amikor sokan leváltak, azóta viszont ez megállt. Igen. Talán köszönhetően annak is, hogy egész biztosan, hogy az árak alacsonyak voltak. Az viszont nem tudtam mondani, Takó úr sem annyit mondott, hogy most évelején nem volt áremelés. Lehet-e a távhős lakásokban ezt alacsonyan tartani ezt a díjat? Nyilván nagyon sok összetevője van, és az önkormányzat, mivel már nem vagyunk ármegállapító hatóság, ebben legfeljebb mondjuk kérelmet, kérvény, tanácsot adhat a megfelelő miniszteriális szervnek, vagy az országos hatóságnak. Én arra számítok, hogyha letellik az a lakáskasszás 8 éves törlesztési periódus, amelynek alapján sokan leváltak, és eljön az a pillanat a 8. vagy a 10. évben, hogy új kazánt kell venni, fel kell újítani a rendszert, akkor végig gondolják, és hát neki állnak számolni, nem zárom ki azt, hogy térnek vissza ebbe a rendszerbe, mert itt azért ugye alacsonyabb az áfa, garantálta a szolgáltatásnak a biztosítása, ha valami gond van, akkor a megoldásokkal gyorsabb, és hát azt gondolom, hogy elérkezik az a pillanat is, amikor 30-40 évesek lesznek ezek a fűtési rendszerek a lakáson belül, ennek a megújítása, felújítása esetleg önkormányzati partnerséggel lehetséges pályázati úton, módon, és ott azért érdemes végig gondolni, megint nem kötelező, mindenki az érdekei meg a pénztárcál zseb alapján végig számolja, és akkor lehet, hogy kijön az a képlet, hogy na érdemes visszatérni. Én egyébként ismertem olyan társaságot, akik eljutottak abba a fázisba, hogy már előkészítés, tárgyalás, és amikor végig számoltak mindent, akkor az utolsó pillanatban maradtak a távhőrendszeren. A kérdésem ehhez kapcsolódóan az, hogy viszont az utóbbi években nem beszéltem olyan lakástulajdonosokkal, akik leváltak, hogy vajon polgármester úr tudja, hogy mi a véleménye. Abszolút az a helyzet, hogy a jogszabályi környezet ezt a folyamatot leblokkolta, megállította, mert nem volt érdemes leválni, mert megváltoztak az alapárak, az áfa fizetésnek a módozata ugye szintén megváltozott, tehát ami akkor célszerű volt, időközben akkor idejét múlta. Az egy másik kérdés, hogy a mostani energiaárak, amely a világpiacon kialakult, ahhoz én nem nagyon számítanám azért, mert lehet, hogy az 1-2-3 évig így lesz, azután változik. Tehát egyelőre azt gondolom, hogy nem fog Magyarországon változni az energiának az ára a következő 1-2 éven belül. Köszönöm szépen, egy utolsó kérdés, nagyon rövid lesz. Mi várható még közszolgáltatások területén ebben az évben, amiről esetleg nem beszéltünk, van-e valami változás kilátásban? Ugye a közszolgáltatásoknak van másféle terepe is, mert a közoktatás, mint közszolgáltatás szintén bemad, de az állami felügyelet alatt van, mi partnerként vagyunk jelen, de ugyanígy közszolgáltatásnak tekintem én a például a város, takarítás, tisztítás, hóáltolás egyéb. Tehát én azt gondolom, hogy mi sárváriak, a polgáraink is, de az önkormányzat is, egy olyan partneri együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt évben, hogy közös erőfeszítések árán meg tudtuk őrizni minden közszolgáltatásunknak a minőségét, és még talán azt is el lehet fogadni, hogy árban mi versenyképesek voltunk abszolút. Például a vízszolgáltatásnál majd egy kérdőjel lesz, hogy a holding keretein belül ezt a paraméter sorozatot tudják-e az új szolgáltatók tartani. Nagyon remélem, hogy igen, mert ezért mi elég sokat harcoltunk. Tehát nagyon fontos, hogy a közszolgáltatásoknak a minősége, annak a mondjuk a szervezettsége, az megmaradjon ezen a szinten, mert mindig megerősítem, egyik gazdasági erőforrásunk az, amilyen képet mi mutatunk magunkról, egyik oldalról, és a másik, ami nem mellékes, sőt, mondjuk, hogy elsőrendű, hogy a sárvári polgárok elégedettek legyenek a közszolgáltatásainkkal. És ez ilyen napi apró munka. Tehát hangulati tényező ez végül is. Így van, tehát ha most a vízre térünk, ugye eltörött tetsző, kilokett tetsző, cserélni kell szombat, vasárnap, éjjel-nappal, hóba, fagyba, sárba, hogy ez mindig megfelelő sebességgel is megtörténjen. Tehát a városi komfort érzetéhez ez ma már minimálisan hozzátartozik. Köszönjük szépen, és legyen úgy, legyen minden rendben.
ebben az évben is. Köszönjük szépen polgármester úrnak is, többi vendégünknek is, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk a hét további napjain is a viszontlátásra.